Chongqing régóta a testvérmegyei kapcsolatokat ápol Pest megyével, és sokat segít ezen, hogy Chongqingban van főkozolátus. Nyilván innentől kezdve egyszerűbb, könnyebb a kommunikáció egymással, és számunkra is nagyon fontos egyébként ez a kapcsolat, hiszen az egyik legdinamikusabban fejlődő város, régió Chongqing, mi egy különleges övezet, ő nem a tartomány alá tartozik, hanem direkt módon Peking fennhatóság alá, és a maga 30 milliós lélekszámával és óriási ipari potenciájával nagyon komoly partnere lehet Magyarországnak, akár Közép-Európának is. Az egyik komoly kitörési pont lehet számunkra a kínai kapcsolatrendszerben a turizmus érzékelhetően egyre nagyobb számban érkeznek turisták Kínából, amit elősegít az, hogy újra beindult a Peking-Budapest repülőjárat. Most tárgyalások zajlanak a tárgyban, hogy Budapest és Sánkháj között is, sőt, most érkezik egy delegáció Szecsán tartományból, velük is intenzíven tárgyal a repülőtér és a Külgazdasági és Külügyminisztérium járatindításáról. Ez elősegítheti, hogy a meglévő dinamikát még inkább fokozzuk, és azért nem utolsó sorban a kínai vendégek fogyasztása, költése az egyik legmagasabb jelenleg itt Európában is Magyarországon, tehát érdemes őket fogadni, invitálni és vendégül látni.